A Szunkvait elleni visszavágót egy gólos előnyből váró Fehérvár sűrű programot bonyolít, hiszen az azerbajdzsáni meccs óta már Kecskeméten is pályára lépett a magyar bajnokságban. Kulcskérdés, milyen állapotban, mennyire frissen várják a konferencialiga selejtező visszavágóját a fehérváriak, és ez már a döntetlenre végződő kecskeméti mérkőzésen is fontos szempont volt. Próbáljuk egy kicsit megfrissíteni a csapatot, hiszen vannak olyan játékosok, akik szinte 90 percet játszottak mind a két mérkőzésen, a csütörtöki mérkőzésen is és a vasárnapi mérkőzésen is. Úgyhogy, de hát még előttünk áll aztán majd egy szombati mérkőzés, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk itt a csapat összeállításba. Nyilván lesznek változások, hogy egy kicsit frissességet adjunk a csapatnak. Ettől függetlenül, aki pályára fog lépni, az a legerősebb Fehérvár. A Vidi 2-1-re nyert az első mérkőzésen, de senki nem gondolja, hogy ezzel el is döntötte a továbbjutást. Szerdán nehéz visszavágóra számít a vezetőedző, aki a felkészülési időszakban és a két eddigi tétmeccsen még veretlen a csapattal. Én nem hiszek a százalékokban, minden a pályán dől el. Nyilván van előnyünk, és hogyha kicsit naívak lennénk, akkor azt gondolhatnánk, hogy ez a mérkőzés már megvan, mert ez nincs meg. Tehát ez ugyanúgy kétesélyes a mérkőzés. Nagyon oda kell figyelnünk, hiszen mondtam, hogy egy nagyon veszélyes csapat, jó csapat. Úgyhogy ettől függetlenül nekünk hazai pályán nem lehet más, csak a győzelem megszerzése a célunk. A Fehérvár FC Szunkvait mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Sóstói stadionban. A továbbjutó csapat a selejtező harmadik körébe kerül, és a ciprusi Omonia Nikózia és Grúz Kutaisi párharcának győztesével találkozik.